Tehát mit kérdeztél? Mondjuk az, hogy csak rajta, hogy egyenes legyen. Micsoda legyen egyenes? Az autó. Hát ha úgy érzed, hogy nem jó, akkor igazítani kell. Hát a kuplungot nyomni kéne hozzá, az begurul saját magától. Jó, oké. Jó. És ha úgy érzed, hogy rendben van, akkor... Hát. Igen. Hát kezifény. Így van. És mihez igazítottad? Hogy... Hát, hogy egyenes legyen, de itt nem tudom kiszállni. Te mihez igazítottad? A jobboldali kocsihoz, a baloldalihoz? Vagy esetleg... Az oszlophoz. Az oszlophoz. Igen. Igen? És... És... Mit állapítottál meg? Jó oszlophoz álltam. Mondta valaki neked, hogy ide állj be? Igen, anyukám, akkor megszülettem konkrétan. Azt ő mondta, hogy... Hú, igen, ezt remélem nem töltött fel. Na, tegyünk egy hátramenetet. És kiállunk. Jó. Balra ugyanoda állj ki, balra. Órát is figyeld. Még hátrafele, még várod azt a kéket. Jó. Jelezd balra, integet, hogy menjél. Úgy, pörgesd balra. Nézd hátrafelé is. És pörgesd jobbra, hogy tudod. Kuplunk be. Gyerünk, pörgesd. Jelzed is valamelyre, ugye. Jó. Nem ér nevetni. Van egy ilyen sorozatom, hogy epic 1, epic 2. Én abban nem szeretnék benne lenni. Valahogy nem. Odaírjuk, hogy ismétlés. Nem szeretnék ide szöbbet beállni. Ezt anyának csináltad külön, nem? Lehet, ő se szeretné ezt látni. Tehát az a lényeg, hogy be tudtál állni, nem? Persze. Most képzeld, ha olyan ügyetlen lenni, még itt lenni 60 órán után is. Szkáma.